Sziasztok! Sziasztok! Tovább fogadunk a trónokharcával. Nem tudom, hogy mikor érkezik a következő évad, de hát mi addig se állunk. De mikor érkezik a következő évad, Gyuri? Folytasd kérlek. Menjünk tovább, nem tudom. Tényleg nem tudom. Nem tudom. Ja, ja, 2019 valahány. Jó, oké. Okay. Egy nagyon fontos esemény sorozattal foglalkoznánk ma, amit kiveséznénk, ami azt gondolom, hogy elég nagy meglepetés volt a narratívában, hiszen ki gondolta volna, hogy majd a havas Johnnak bizonyítékot kell szerezni északról, annak kapcsán, hogy aztán azt megmutassa a fő ellenségnek igazából, hogy őt rávegye arra, hogy harcoljanak együtt az igazi veszedelem ellen. Egyébként ez nekem természetesen az ő jellemrajzába beleillik, és nagyon tetszetős dolog. Tehát, hogy ő nem foglalkozik a közöttük lévő ellenségeskedéssel, még avval se, hogy az ő családjának a nagy részét lemészárolták épp a Lannisterek, hanem inkább elmegy oda, és szövetséget ajánl az igazi veszedelmen, ez nem semmi. Persze közben mondom, én már múltkor jeleztem, hogy én nem ezt csináltam. Fia, törpe, ezt hogyan láttam oszta? Tehát ha valaki, akkor a törpe tudhatná, hogy a Cersei ezen kapva fog kapni. Amit egyébként később el is mond a Cersei, ennél a tárgyalásnál. Ja. Mert ugye van egy padhelyzet, amikor a Jon Snow nem térdelott le neki, vagy ja, nem maradott, és akkor mondja, jó, hát akkor leszarom, menjetek, azt izé harcoljatok, majd elbánok a maradékkal, ami megmaradt belőletek. És ez tök jogos, nem? Hát igen. Tehát az ő szemszögéből nézve így nem fogja még fel ennek a veszélyeit, és kész? Hát, de én nem is számítottam volna tőle többre. Tehát az a helyzet, hogy a Jon Snow szerintem jobban bízik az emberekben, mint kéne. Meg többet lát az emberekben, mint kéne. Egyébként ott a törpe, ha már említetted, nagyon vására viszi a bőrét, tehát ő személyesen is kiteszi magát a végveszélynek, ugye amikor bemegy a nőhöz, és akkor ott simán benne volt, hogy a nő ott azonnal megöleti az apjuk halála miatt. Azt én nem is értettem, az nem volt a Cersei-re azért, persze értelmes volt a jelenet. Hát egy forró fejű hülye egyébként a Cersei, tehát látszik, hogy mekkorát szenvedott. Ja. Tehát rohadtul meg akarja ölni. Viszont az tök jó, hogy a törpe mondja neki, hogy nem érdekel, hogy nem akarsz meghallgatni, akkor is szerettem a gyerekeidet. Tehát hogy nem, ezt ő egyébként tudhatná, hogy teljesen megőrült. Tehát az agyára megy ez az egész. Én azt gondolom, hogy vannak emberek, akiket ki kell venni a társadalomból, mert veszélyesek a társadalomra. És egyébként nem tudom, tudtad-e, de még az egyházunk is olyan, hogy a halálbüntetést is bizonyos szinten elfogadja akkor, amikor vannak olyan emberek, akiket már egyszerűen tehát ki kell venni a társadalomból, mert kártékonyak ugye nagyon magas szinten a társadalom. Hát a Cersei az ilyen, tehát hogy őt Cerseinek egyszerűen nagyon sajnálom, nem kell élnie neki. Tehát hogy én nem tudom, mit, de tényleg ez egy kicsit egy írói bravúr akart lenni, és én ezt alá is írom, hogy ez egy érdekes dolog, hogy akkor most itt nem ugrasztják őket egybe, és lesz egy ilyen végső nagy csata, Lannisterek meg mindenki más között. De azért ez nem túlzás, Gyuri, egy kicsit. Tehát, szerintem ez a szörnyű véget fog érni amúgy is. Ez hát az biztos, hogy egy óriási biztos, hogy akkor a hátbaszúrás lesz. Az is lehet, hogy a Daenerys terhes lesz, és épp megszüli a gyereket, és a Jonék éjszakon fognak harcolni életük nagy csatáját ezekkel a holtakkal, és közben ez a serege, ez a Golden Company oda megy és kinyír mindenkit. Szerintem nagyon jó. A Daenerys-éknél. Ez marha jó lenne tényleg. Hát azért, mert mi? Azt mondom, hogy mi alatt éjszakon harcol Jon, meg mindenki, a Daenerys ott marad a Dragonstone-on, ja, és azt megszállják, és pont kimenekíti mondjuk a Varys a kisbabát, és aztán a Daenerys testét elviszik királyvába, hogy felnégyelik, azt azon vigyorog majd a Cersei. Tuti, hogy valamilyen ocsmányság lesz. Nem a Cersei gyerekét viszik el, hanem a Daenerys gyerekét. Bocsánat, a Daenerys gyerekét kimenti mondjuk. Nem, hát azt nem akarom. De figyelj, ettől az írótól simán kinézem, hogy ő megkaparintja a Daenerysnek a hulláját, és azt ott mutogatja majd. Hát hál' Istennek már nem a Martin kezében van a dolog, majd most már nem ő írja a sztorit, de... Na jó. Azért úgy gondolt, hogy ő súgja a sztorit? Hát ő persze, hogy súgja, tehát ő végig ott ül velük. Tehát ő segíti a forgatókönyvírókat. Nem tudtam, azt hittem, hogy ők külön dolgoznak. Nem, hát reméljük, ekkora hátbaszúrásokat, meg ekkora lélek megterhelő dolgokat nem csinálnak. Ez nagyon gáz lenne. De hogyha abból indulunk ki, hogy milyen volt eddig a sorozat, akkor muszáj, hogy lesz majd valamilyen undorító, aljas gyilkosság, ami nagyon fog fájni. Ebben az évadban nem volt egyébként. Szóval ebben az évadban jók derülhettek, hogy úgy mondjam. Jó, akkor szóval most volt egy ilyen évad. Igen. Most akkor emlékedek, hogy a végső. Hogy is van, most ketté lesz szedve az utolsó? Nem most már csak egy évad van, hat rész. Hat rész, igen. Na minden esetre ez az egész terv,
ez tiszta röhely szerintem. Ez, hogy ők kitalálják, hogy elmennek egy ilyen halott tér, és ezt megmutatják a Cersei-nek, és akkor majd a Cersei segít nekik. Ez a legrosszabb terv, amit ki tudtak találni. És egyébként, ha nem a Cersei lenne szó, akkor tök jó lenne. Ha nem a Cersei lenne szó, hanem a Stannis ülne a trónon, aki ugyanúgy őket persze, árulónak tartaná, a Stannis-szal lehetne tárgyalni, igen, és igen, mindenki mással lehetne, azt gondolom. Persze. De ezzel az idiótával nem lehet tárgyalni. Na mindesetre elmennek éjszakra. Ez a kommandó, az a rész, az kurva jó. Összeverődik az a brigád, a legdurvább arcok. Ott van a lángoló kardos csávó, a Hound, ja, a Gendry. Tök jó, hogy összeáll mindenki. Igen, ez egy ilyen top banda. Az egy nagyon durva kommandó, ami ott kimegy éjszakra, és nézd meg mégis, mi lesz velük, szörnyű. Persze. De jó, tehát, hogy az, ahogy ott elkapják őket, és ott ugye a Hound cseszi el, mert ő dobálja a csontvázakat, és akkor veszik észre, hogy most már járható jég. Ja, valóban, tényleg. Ó, te. Nagyon rossz. Nagyon rossz. Na mindesetre itt történik meg az, hogy ugye előtte hazaküldik a Gendryt, és a Gendry lefutja a világ legnagyobb maratonját. Ja. Minusz 20 fokba jelzem. Minusz 20 fokba a futnál szerintem fél óra után feltelne a tüdőd vérrel, és ott kiköpnéd a tüdődet. Mindenesetre nagyot fut. Maradjuk annyiba, hogy emberfeletti teljesít, ez biztos, de... És akkor megérkezik végül is a Daenerys, és én ott is arra gondoltam, hogy most miért nem fújja le ezt a holtak vezérét, miért nem a Night King-et fújja le a sárkánya. Tehát, hogy össze-vissza fújkálják a zombikat, ami jó, de hát... Nem, hát teljesen igazad van, azért, mert folytatni kell a sorozatot, mert valójában, és tegyük a szívünkre a kezünket, hát van három sárkányom. Tehát, hogy én nekem a legelső dolgom az lenne, hogy bementem volna a Cersei-ékhez, azt az egész királyi házat azt legyőzöm a három sárkánnyal, nem érdekel, milyen járulékos veszteségek vannak. Nem érdekel, hogy esetleg ártatlanokat is halálra égetsz, gyerekeket. Hát ártatlanokat nem, mert úgy komornák. Ugye berepülsz a három sárkánnyal, és megmondod, megfenyegeted a várost. Én megmondtam a lakóknak, hogy itt van az három sárkány, egy órát adok, fölgyújtom az egész várost, hogyha nem szeditek szét darabokra, mindannyian a Cersei. Az egész város neki rohant volna a palotának, és kipaterolták volna a nőket örökre, átveszem a hatalmat, az egész hadsereget fölruházom, és jó, aztán megyek föl viszont éjszakra. Viszont induljunk ki a Cersei-ből, a Cersei az van akkor állat, hogy akkor begyújtotta volna a teljes izét, futótüzet a város alatt, és az egész királyvár elpusztult van, és meghalt volna másfél millió ember. Hát ez benne van a pakliban. Hát ez nincs benne a pakliban. Ez tényleg egy... Ez sajnos egy kellemetlen tény. De gond, mert ahogy a lába még mindig... Hát ugye abban a katakombákban ott van egy milliárd ilyen szar, ami akkorát robbanna, hogy az egész város elpusztul, és ott tudjuk, hogy legalább egy millióan élnek. Rossz várost választottak maguknak. Hát én nem tudom, minden esetre jó, igen, ez egy jó ütőkártya, amit mondasz. De akkor is, Gyuri, valamit ki lehet találni három sárkánnyal, ami ennél több. És éjszakra is mind a három sárkányteket fogja vinni, bár egyébként így is rácseszek, ugye, mert az egyiket ugye ellopják az éjszakiak. Különben az a jelenet is, visszatérve arra, hogy mi az, ami technikailag hülyeség, ugye azt látjuk, hogy rohadt sok zombi húzza a láncot, ja, egy ekkora ilyen fémláncot húznak, igen, a zombi, igen, igen, igen. Viszont azok, akik a legvégén állnak, két ember vagy három ilyen halott, azoknak ugyanúgy ott van a vállán a lánc, és a hátuk mögött a lánc az egy belemegy így. Érted, hogy ez miért problémás? Nem. Mert... Tehát, ja, lehúzná a izét. Figyelj, ott az ott akkora súly, hát hogy ott így beroppant volna a fenébe. Tehát ez egy apró butaság. Tehát nem ezt kellett volna láthatni, hanem azt, hogy mondjuk a víztől, vagy ahol benn van a sárkány, onnantól 10 méterig csak a lánc van, és utána vannak az emberek. Hát jó, hát ez rettenetes hülyeség egyébként. Nem tudod, hogy milyen a vitál kapacitása halottaknak. Mindenesetre olyan, mintha előre az egész így lett volna eltervezve. Tehát, hogy a holtak tuti nem jöttek volna át a falon, hogyha nem kaparítják meg a sárkányt, nem? De hogy is nem csak nem lettek volna ekkor a potenciál. Nem, mert abban mágia volt abban fűzve, abban a falban. Ők nem tudták volna lebontani a falat. Szerintem ez tökre kapóra jött nekik. Hát az biztos. Nem tudtam, hogy mágia volt fűzve. Ja, az egy mágikus fal, igen. Azért sem jöhetnek rajta át. Hát akkor ez így bőven kellemetlen, hát viszont ezt a Jon Snow-nak tudnia kellett volna, és egyszerűen nem oda menni, akkor kit érdekel a falon túl? Azt le lehet írni már az adóból tényleg, tehát hogy már átengedték a vadakat, akkor a falon túli rész legyen a halottakhez. Jó, csak a halottak ide akartak jönni. Hát de most mondtad, hogy nem jöhetnének át a... Hát elvileg, hát igen, alapból nem jöhettek volna szerintem át, de hát elcseszték, mert oda vitték a sárkányt. De ezt mondom, hogy egyáltalán kellett volna oda menni. Nem kellett volna oda menni, igen, tehát hogy sokkal többet buktak, mint amennyit ezzel az egész akcióval nyerhetnek. Most ez furcsa nekem, Gyuri, mert hát a csávó azt mondja
a Jon Snow-t senki se lehet biztonságot, tehát nekem nem úgy tűnt eddig, mintha az a fal tényleg föl tudná tartani a halottakat, hogy ezt nem értem. Miért szerinted mivel jöttek volna át? Csináltak volna fagyos TNT-t, vagy hogyan jöttek volna? Ők már vannak annyian kb, hogy csinálnak magukból egy kicsi rakást, és átgyalogol rajta az, aki tud. Hát szóval nézd, de különben ezt azért az nagyon nagy írói öngól lett volna, hogy ezek át se tudnak jönni a falon, de azért menjünk és hozzunk tőlük egyet, és figyelmeztessük a délieket, hogy ott vannak a falon túl, akkor már aztán végképp tényleg kit érdekel, hogy ők ott vannak. Jó, nem tudom, most mit nyertek ezzel az egésszel őszintén? Hát azt nyerték, hogy van egy csapattársul, aki el fogja őket árulni. A Cersei. Plusz van egy sárkánya a halottak. Így van. Ez rosszul sült el, erről szól ez az évad tulajdonképpen. Ami jó, mármint olyan értelemben jó, hogy ez nagyon izgalmas. Tehát, hogy ebben a történetben semmi se sima. És semmi se egyszerű. És már a kezdetektől óriási áldozatok vannak, és nagy bakik, nagy hibák. Te hol ütköznél meg ezekkel eleve? A holtakkal? Hát fogalmam sincs, hát ez egy, kellene erről nekem egy taktikai ábra, plusz egy nagyon jó domborzati térkép erről a középföld területről, vagy hogy hívják ezt itt most, mi a neve ennek? Tényleg mi a neve ennek? Középföldét mondtam? Azt szerintem. Westeros. Westeros. Na, szóval kellene egy westerosi térkép, egy alapos vízrajz és domborzati westerosi térkép, hogy lehessen nézni azt, hogy hol érdemes megütközni a halottakkal. De a kérdés most már adekvát jellegű, hiszen nekik is van egy sárkányuk, úgyhogy innentől kezdve én azt gondolom, hogy egy nagy frontális ütközet az elkerülhetetlen. Meg hát, ja, hogy hol helyezed el azt a céllövő csávót, aki kilőheti az ő sárkányukat, mert az én nem hiszem, hogy ki fogják lőni a sárkányt, csak hogy ez nem fog meghalni. Mindenképpen két sárkány fog összeütközni, már csak a látvány miatt is tudja azt fogják csinálni, hogy hát igen, akkor kettő vs. egy. Jó, figyelj, sárkányok egymást legyakják, az csá. Szerintem. De ez nagyon rossz egyébként. De előtte még a fél északi sereget fel fogja perzselni ez a sárkány, azt tuti. De most az a kérdésem, hogy szerinted egy várból kéne védekezniük ez ellen a szarság ellen, vagy több várból, vagy egy mezőn szembeszállni? Meg eleve hogy harcolni? Hát azért nem lehet mezőn harcolni, meg azért kell Peszevel, nyilván most akkor szedjük szét az előbbi kidolgozatlan gondolatmenetet, tehát hogy a mezőn meg nyílt színi harcot azért nem lehet csinálni, mert ugye ha valaki meghall a mi részünkről, az emberek részéről, akkor az gyakorlatilag másodpercekkel később halott lesz, tehát hogy potenciálisan azt veszélyeztetett, hogy amint te, neked a számod csökken, az ellenségén nő. Ez így nagyon szar, hát akkor mit csinál? Hát igen. Na. Tehát, hogy ez így egy nem túl jó ötlet, ezért viszont kell várni. De muszáj megütközniük velük, mert más, tehát azt nem csinálhatják, hogy tehát mi van, hogyha ők bemennek Deresbe, ezek meg egyszer elvonulnak délre mellettük. Lennének egyszerű módszerek, mert hogyha beszereznének sok olyan sárkányüveg, vagy miből van a kard, amivel le lehet őket győzni? Obszidian, sárkányüveg. Igen, na, hogyha ilyetből beszerezni, és ebből csinálnál mondjuk 2 millió nyilvesszőt, és akkor ezeket lőnéd királyuk, azt szerintem működőképes lenne. Tehát, hogy én egy taktikai csapásmérés híve vagyok. Én azt gondolom, hogy mindez nyilakkal. Na most egy kedves nézőnk, Dorina, felhívta a figyelmünket arra, hogy... Szia, Dorina! Szia, Dorina! Szia, Juki, jó? Igen. Felhívta a figyelmüket arra, hogy ez az obszidian, ez végig is egy üveg. Hát és hogy ez törik, mint az állat. Tehát, hogy amikor a szem lesújtotta azt az északi White Walker, akkor az széttörött a fenébe. Tehát, hogy ezek kardként nem funkcionálnak. Az is kéne nyilvesszőt csinálni. De csak nyilvesszőt lehet csinálni. Belecsapódik és ide. Itt jegyezném meg egyébként, hogy azért szerintem ennyire nem lehetnek ezek törékenyek, mert hogy én, amikor Amerikában kalandoztam, akkor onnan úgy tértem haza, hogy vettem egy obszidián pengéjű és sakál állkapocs markolatú tört az Ábelnek, egy dísztört. És azt egyébként egy hét után eltörte, de úgy, hogy ledobta, és tehát nem az obszidián része törött, nem a penge, hanem letörött az állkapocs. Ez az, hogy az állkapocs elvált az obszidiántól. De egy az egyben úgy néz ki egyébként, mint ebbe a filmbe ez a sárkányglász. Ja, 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 ja. Aztán évekkel később az Ábel meg elment Spanyolországba, és onnan gyönyörű, milyen katana díszkardokkal tért haza, de ő azokat nem adta nekem ajándékban. Gyuri adott, csak mondom. Fájlalja ezt a dolgot. Valóban nem, de azért, mert én azt szeretném, hogy sokáig várj ezekre. Tehát, hogy épülsz a várakozásra. Te esetleg egy nap meghalsz, akkor én ezt öröklöm tőled. Ja. De addig is ez a vágy, ez építeni fog téged. Tehát, hogy kell, hogy ilyen dolgokkal szembesüljön az ember. Minden esetre arra gondoltam még, Gyuri, hogy mi lenne akkor, ha két sárkány egymásnak menne, és a másik, ugye most nekünk kettő sárkányunk van az emberiségnek. Uh-huh.
Szóval, összecsapna az egyik sárkány a halott sárkánnyal, élő halott sárkánnyal, és a másik sárkányra közben felszerelnénk retek sok ilyen obszidián. Na, izért, bocsánat, ez... És akkor egy szőnyegbombázást csinálni. Ja, hogy nyilakat. Na igen, mert egyébként ezt az egészet én azért hoztam fel, mert ugye én az előző részben azzal érveltem, hogy egy obszidian armort kéne a sárkányra rakni, de hát az ugye széttörik, tehát ez egy hülye ötlet volt. Egyébként logikus, tényleg. Viszont valami mithril armort kéne rárakni, és a hasára ilyen nyilakat, balistákat, és akkor a Rider csak megnyomna egy gombot, igen, és igen, tényleg is így nagyon kilőni. Sok kijönne velük. Jó, hát ez nem lesz. De olyan jó lenne, de nem ja. lesz. Semmilyen nem lesz. Ja. Egyébként meg végül... Vagy tele C4-ezni az egyik sárkányt, és közel lepülni. Jó, és akkor innen kezdődik a... De most miért? Hát nem tudjuk ugye a mai fegyverzetünket. Amit tudod, mi kéne az északi seregnek? Azok, akik megütköznek voltakkal, azoknak kéne adni a szerszeinek rohadt sok ilyen pergőtüzet. Ja, és tényleg, akkor esetleg, hát az használni? Tehát azt eláztatni vele egy mezőt ja. teljesen, és becsalni őket oda, és akkor begyújtani. Igen, pont úgy. De az hat szerinted a halottakra, az a cucc? Az is mágikus tűz. És a szubstancia olyan magas hőfokon ég, hogy... Mint a VX ideggáz. Tudni, hogy elégnének. Hát akkor viszont egyébként ott a megoldás, akkor csak ki kell venni. Akkor annál inkább meg kell ölni a Cersei-t napokon belül, át kell venni a tartalmat, szükség van a zöld lófasz robbanóanyagra, és kell vinni éjszakra, és rájuk gyújtani. Jó, de figyelj, gondolj bele, hogy ugye megjött a tél, és valószínűleg mindent hó fog lepni. Jó, hát ebben a megjött a télben én nem hiszek, Gyuri, 8 évada mondják azt, jó, de ha valamikor, akkor az utolsó évadban igazán megjöhet a tél. Eléggé kitartó egy tavasz volt ez. Különben holtak is az első évad óta menetelnek délfelé. Igen, azt akartam mondani, hogy ugye ez egész, azt hiszem az egész sorozat avval kezdődik, egy olyan jelente, vagy ott valaki mond, tehát, hogy azért ráérősen van itt. Van itt nem sietnek, hát ők, érted? Nem. Lehet, hogy ilyen kis köröket tesznek meg ők, és hogy így mindig csak egy picit nagyobb koncentrikus körbe térnek lefelé. Ez mindesetre tényleg érdekes. Én nem tudom hány évada ezelőtt volt az, amikor először megláttuk nem is a Night King-et, hanem azt, aki úgy záródott egy évad, azt tudom, hogy ott jött egy ilyen halott lovon az egyik ilyen alvezére, akit megöl a dagat. Nem konkrétan, nem feltétlenül azt öli meg, és nem mondasz, hogy daga. Jó, bocsánat, egy horizontálisan kihívásokkal küszködő élőhalott jött egy élőhalott lovon. Nem, a csávó volt horizontális. Ja, igen, igen, mindegy. Szóval már jó pár évaddal ezelőtt ők úgy vannak, hogy a faltól szerintem néhány kilométerre lehetnek, szóval körülbelül nekik ilyen két évbe telik. Nézd, nem tudom. Nem, hagyjuk ezt. Kösd bele ilyen apróságokat. Persze, de azt számít, hogy a hülye izé. Az egy technikai malőr, ez pedig forgatókönyv. Forgatókönyvírói. Mindegy. A tél kitartóan közeledik, és el fog jönni. És a Gyuri szerint akkor hóban nem lehet avval a mágikus kék vagy zöld tűzzel harcolni. Hát nem az, de hát az ott, tehát mondjuk, hogyha 30 cent, nem tudom, hogy az hogy gyulladott föl. Fontos dolgok, szerintem egy Wikipedia search-öt rá kellene eresztenünk, és mit fogunk beinni kereső szónak? Mágikus zöld tűz, az van éghetően. Minusz 10 fokban. 30 centis hóban. 30 centis hóban. Nem tudom, ezeket ki kell deríteni. Azt hiszem, hogy az alkotás velejárója hiba azért természetesen a gyűrűk ura. A trónok harca se kivétel az alól, hogy magával hordozzon egy rakás olyan írói malőrt, ami nyilvánvalóan az egyik hülyeség vonza magával a másikat, tehát ebben nem lehet mit kezdeni, de azért itt még bőven tűrés határon belül vagyunk. Szerintem egyébként sasfészekbe kéne megütközni. Ez nincs most így a szemem előtt. Sasfészek az a hely, ami egy ilyen rohadt keskeny völgy vezet. Ja tényleg, mégis. És az ilyen, az egy ilyen nagyon magas szikla, tud, olyan, mint egy sasfészek az egész, és oda azt nem lehet bevenni csak úgy. Oda becsalni őket, hát igen, de nehéz. Tehát hogyha nem, ez csak akkor működne, ha nem lenne sárkányuk. Mert akkor ott érted, tehát hogy azon a keskeny ízén lehetne őket írtani, meg rájuk dobálni a tüzet, meg minden. Vagy magára kell hagyni ezt az egész kontinenset, és vissza kell költözni keletre, ahol úgyis a izé van. Hát hajózni már csak nem tudnak. Csinálni egy új Valíriát. Nem, de tényleg, mert keleten ugye ott jobb is az éghajlat, ott sokkal jobb az idő, az ilyen mediterrán klímának tűnik, vagy szubtrópusinak. Ez sivatagosabb. Ja, tényleg van sivatagos. De nem baj, de ettől függetlenül átlentek, ott már úgyis az Daenerys a királynő. Jó, meg hát ezek a népvándorlások amúgy is mindig csupa jóra vezettek, nem? Tehát egy kurva nagy kontinensnek a népessége átmegy, akkor majd ott békében megveszünk az ott. Kétség kívül, jó, hát nehéz lehet. Azért az eltartani egy darabig ott áthajózni ennyi embert. Az igaz, mondjuk igaz. Nem adhatjuk a földet. Hát nem tudom.
nem annyira valid a helyzet azért, hogy nem fenyeget minket egy élő halott hadsereg. Minket nem fenyeget, úgyhogy könnyű. De őket igen. Azért mondom, hogy nem tudom teljesen átélni a problémát, de azért veled együtt gondolkozok ezen. Nagyon szép. Szerintem lehet, hogy a bal szárnyat kéne megerősíteni, és akkor egy átkaruló hadművelettel. Tartsatok velünk legközelebb is. Sziasztok!